nagy projektek közül kezdeném először a kerékpárúta, hiszen ez a legrégebbi. Itt elmondhatom, hogy most már ott a gaztalanítás, a nyomvonal kitűzése megtörtént. A vállalkozó fel fog vonulni és megkezdi a munkálatokat. Valószínűleg a vasúti átjárótól indul a beruházás, úgyhogy elmondhatom, hogy ez jövő héten várhatóan elkezdődik, és kérem a lakosságtól, hogy fokozott figyelemmel járjon el azon az útszakaszon. A Zöldvárosnál a munkaterület átadás előtt állunk, körülbelül április közepén fogjuk átadni a munkaterületet. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozó honnantól kezdve 10 napja van a vállalkozónak, hogy meghatározza az ütemtervet, hol kezd, milyen beruházással, és erről tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Van még az útfelújításunk, itt 49 utcát fogunk megújítani a településen. Ezeknek a tervei készülnek, illetve geodétát kellett bevonni, mert van, ahol szélesítésre kerülnek ezek a úttestek. Ezt április 15-ig kell elvégezni, onnan indul a közbeszerzési eljárás. Itt elmondanám, hogy sajnos az útjaink kritikus állapotban vannak sok helyen, úgyhogy most arra az időszakra, mivel a közbeszerzési eljárás alapesetben is egy hónapig tart, tehát a kivitelező kiválasztása, most megtesszük azokat az intézkedéseket tűzoltási jelleggel, hogy javítsunk, de a beruházás meg fog indulni.